Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően naponta 250-300 szemét kellett elszállásolni Záhonyban. 3 hónap telt el azóta, ez a létszám pedig a tizedére esett vissza, alig 20-30 menekültnek kell naponta segíteni. Közúton nagyjából 1500, vonattal pedig nagyjából 500 ukrán állampolgár érkezik nap mint nap a településre, nagy részük azonban azonnal utazik is tovább a fővárosba. Ezzel párhuzamosan már látható az is, hogy egyre több menekült megy vissza Ukrajnába, mondta megkeresésünkre Helmeci László Záhony polgármestere. Az állomás mellett működik egy sátor, amiben az érkezők ellátását elvégezzük, akik most érkeznek, zömében ők jönnek be. Szállást azok vesznek igényben, akik az utolsó budapesti vonat indulás után érkeznek. Ez azt jelenti, hogy akik a 7 óra után érkeznek vonattal meg Záhonyba, nem tudnak tovább menni, nekik tudunk szállást biztosítani egy iskolában. Ez is átlagosan változó, de átlagosan ilyen 20 és 40 fő között mozog, tehát naponta ennyien alszanak nálunk Záhonyban. A napközbeni vonatokon már nem jönnek olyan sokan, és még este a 6 óra előtti vonaton érkeznek többen, ahhoz is van még csatlakozás, és azzal tudnak tovább menni Budapestre vagy Nyugat-Európába. Napközben pedig azokat látjuk, akik már hazafelé mennek. Nem ritka az a vonat is, ahol 100-200 ember megy már haza. Március közepén szorgosan kellett készíteni a szendvicseket a magyar-román határon lévő Csengersimán. Ma már nincs erre szükség, sőt a református egyház által kialakított szállás helyet is egyre ritkábban veszik igénybe. A fokozatos visszavándorlás pedig ezen az átkelő helyen is megkezdődött. Az utóbbi egy hétben, utóbbi napokban már csak 50-150 fő között jöttek át a román-magyar határon. Aki jön, már sokkal felkészültebben jön, és úti célja van neki, nem akar itt Csengersimában megszállni. Nem is emlékszek rá, hogy mikor volt utoljára, már körülbelül két hete volt az utolsó szálló vendég. A határátkelő hely dolgozóinak az elmondása alapján ugye azért megkérdezik tőle, aki megy vissza, hogy milyen célra, ahogy megy, és mondják, hogy mennek vissza. Nem a háborús övezetbe, hanem ahol egy kicsit nyugodtabb a helyzet. Egy háborúba álló országban szerintem nem sok hely van, ahol nyugodt a helyzet, de itt Kárpátalja, a nyugati régiók, Ukrajna nyugati régióiba ide már azért mennek vissza. A háború február végi kirobbanása óta már csaknem 700 ezer menekült érkezett Magyarországra, a karitatív szervezetek munkája továbbra is folyamatos. Az állam pedig segíti azokat az embereket, akik Nyugat-Ukrajnában vészelik át a háború nehézségeit.